Sziasztok! Ma egy egyszerű és gyors finomságot hoztunk nektek. Bizonyára mindenki ismeri, de talán kevesen készítettétek el eddig, ez nem más, mint az amerikai palacsinta. Tartsatok velem, és készítsétek el ti is! Köszönöm a lisztet. És 9 g sütőport. Ezt összekeverjük. Kicsit félretesszük, beletünk 2 tojást, és ehhez hozzáadunk 8 tészek a cukrot. Hát ezt robotgéppel jó alaposan elkeverjük. Ezzel meg vagyunk, akkor hozzáöntjük a körülbelül 1/2 deci tejet, 1/2 deci olajat, és 1,4 deciliter vizet. Majd ezzel is összekeverjük. Ezután hozzákeverjük a sütőporral elkevert tésztát. Kicsit átkeverjük a robotgéppel is. Szép sima tésztát kell, hogy kapjunk, aminek az állag alján lesz. Ha elég meleg a cserpenyő, akkor egy fagyiskanál, vagy ha nincs, akkor egy merőkanál segítségével kis halmokat teszünk a cserpenyőre. Látszik, hogy szépen dolgozik a sütőpor, mert emelkednek el a kis palacsintáink. Egy picit meg is pirult az első, nem kell neki sok időt. És íme az elkészült palacsinták.
a tésztája pedig ilyen könnyed, gacsos, finom.